Hello mindenkinek! Oké, hello mindenkinek! Ez az első League of Legends videóm, mivel többen kértétek, hogy csináljak már tutoriát, mutassam be a karaktereket, hogyan kell irányítani, hogyan kell mozogni, mik a tippek, trükkök. Ezért most létre is hoztam, és az első karakter az lesz, amit ti kértetek, nem más, mint a Teemo. Igen, ez egy ilyen kisebb karakter, lehet is látni a méretéből, hogy eléggé picuri, micuri. Nem baj. De szokták mondani, kicsi a boss, de erős. Szóval ez az egyik legjobb karakter, aki tudja használni, aki nem tudja, mindig azt mondja, hogy ez egy olyan tolt karakter, szóval úgymond, hogy aki ezzel megy, az direkt úgymond lózolni akar. Bárhol, akár renkeden, vagy akár egy sima play meccsbe. Na, ki is ez? Ez egy mókus, aki úgymond vadászik. Lehet is rajta látni, igen. De érdekes, hogy ez a mókus gombákat szereti. Miért is mondom ezt? Elmondom mindjárt. Először mutatom a képességeit. Szóval, van a Q, van a V, meg van az E. Az R-t, az csak úgymond level 6-os szinttől kapjuk meg. Ez fontos kihangsúlyozni, mert vannak egyes karakterek, amiket úgymond előbb megkapjuk a 6-os képességét, az R spelt. Igen. A Q-val szépen be is tesszük a Q-t, és akkor meg is mutatom, hogy mit tud. Szóval betettük a Q-t. Ez úgymond, ez ilyen nyilat lő ki. Érdekes. A nyíl nagyobb, mint maga a Teemo karakterünk, de lényegtelen. Megyünk, meg is mutatom egy karakteren. Itt most bot ellen fogok játszani, mert szeretném megmutatni, hogy a Teemo counteröli erősen sorakát. Úgymond, szóval tudni kell, hogy mik azok a counter pickek, de erről majd később beszélek. Most elsősorban is annyit érdemes tudni, hogy Teemo counter-öli sorakát. Na, akkor ezt csak is ellenséges karaktereken lehet bevenni, vagy ellenséges minionokon. Máshol nem lehet, vagy illetve még igen, itt a jungle-be is lehet használni. Na de figyeljétek, hogy most mit fogok kilőni. Simán. Ez az alap támadása. Aha, nem baj. Szóval így, hát tudod. És úgymond így kilő a szájából valamit. De ha megnyomom a Q-t és úgy lövök. Jó van, megvolt a last hit. Figyeljétek. Nyomom a Q-t, aha érzi. És ilyen nagyobbat lő, ilyen erősebbet lőtt. Már nem lő, hanem nyilazik. Már mondtam az előbb. Aha, és már fejlődtünk is, szintlépés 1. Ez azért jó ez a játék, mert magyarul ritkál mindent ki. Akkor itt van. Ki is írta, hogy méreg lövedék. Na, meg is mutattam, hogy mit tud. Itt van Soraka, na gyere csak ide. Aha, így egyszer több mérget úgymond kilő, és amit érdemes oda tudni, hogy ez folyamatos damage-et biztosít. Aha, last hit. Be is hamar fejlődünk, szóval igen. A V. Benyomom a V-t, figyeljétek. Gyorsabb lesz. Ez miért is jó? Ez azért... támad. Visszamegyünk. Ez azért jó, mert így nekünk nem kell úgymond cipőt vásárolni Teemónak. Nem kell vásárolnunk semmit. Cipőt, ami gyorsítás ad, mert a V-t benyomjuk, és akkor így elmegyünk. A hitek elől. Szóval igen. Viszked az orrom. Mondom tovább. Ha sokáig egy helyben megállunk, figyeljétek, hogy mi történik. Így megállunk. Igen. Úgymond láthatatlanok leszünk. Minket csak is a haverjaink látnak, akikkel vagyunk együtt. Az ellenség úgymond nem lát, de viszont tud damage-et okozni ránk. Valami AOE sebzéssel. Igen. Akkor van egy bolt, a B betűvel megyünk vissza, úgymond hazateleportálunk, és lehet vásárolni mindenféle cuccokat. Általában, amikor megkezded a meccset, akkor nem érdemes venni semmit, mert akkor, amikor visszatérek, mint ahogy én most, akkor nagyon jó dolgokat tudok venni. Igen, Doran gyűrűjét vettünk, kettőt is, hogy nagyobb legyen az AP-ink. Szokott jönni a kérdés, hogy ez milyen karakter? AP, AD, úgymond hibrid, vagy hogy milyen.
Ez egy AP karakter. Azért, mert van a V-je, a gyorsfutás. Ha benyomod, minél magasabb az AP, annál gyorsabban fog futni a karaktered. Illetve van a Q-ja, az is úgymond AP damage-re épül, nem AD damage-re, ezt sokan keverik. Szóval erre figyelni kell. Na menjünk egy kicsit, azért alakítanunk kell, mert most már erősebbek lettünk, mint Soraka. És akkor nyomjuk. Illetve, milyen szerepet tölt be ez? Ez egy védekező szerepet tölt be, mert nagyon-nagyon távol tudja tartani az ellenségeket, mert a lövedéke az így, amit kilő, vagy nyíl, keverem mindig a kettőt, melyik, lényegtelen, tök mindegy. Nagyon messzire el tud lőni, és itt távol tartott tudott tenni például a turetektől, vagy bárkiről. Figyeljetek, jól van, gyors futás, és elkapom. Figyeld. Veszem a spelleket. Na. Húha. Amúgy ez egy hard bot. Szóval igen, én egyre counterülöm, de most ez bot. Hú, várja. És elfutok. Na menjek már. Szép. Ezt most megúsztam. Gyorsan. Jól megöltem. Kevés a... Jó, igen. Kicsit erősebb ott, én azt mondom, de most mindegy. Ilyenkor, hogyha meghaltunk, akkor tudunk vásárolni. Cipő nem kell. Itt van ez a félhorst csapás, veszünk egy ilyet. Szóval igen, ez egy védekező karakter, nagyon jó. Elérjük a 6-os szintet, mindjárt. Na most megbosszulom. Hát tudod, véd, benyom, és akkor milyen gyorsan megyek. Mint Usain Bolt. Ez egy poén lett volna. Menjünk csak szépen, menjünk csak. És megmutattam, hogy ez miért olyan erős és védekező karakter. Mert 6-os szintnél ilyen gombákat, vagy ilyen aknákat, nem tudom, szerintem gombákat tud letenni. És ezáltal felrobban az ellenség, hogyha rámegy. Nagyon-nagyon nagy damage-et visz be. Na, üljük csak meg. Meghal. Ne, healer. Visszamegyek. Csak ott a minion. Nem baj. Ezt nevezik farmolásra. Ezzel jól lehet last hitelni. Persze folyamatosan kell nyomni a QB-ját, mindent. Igen. Szép. Mindjárt 6-osak vagyunk, szóval visszakergettük őt. Látod, és ez földerít. Igen, ez úgymond tud földeríteni is. Ő is mondta. Ezt majdnem kifelejtettem, az a földerítés, hogy úgy viselkedik, mint egy ize. Egy szem. Tudjátok, az a vision, hogy látja, ilyen térkép szem. Szép, szép, szép. Szóval, hogyha beállok ide, és itt elmegy valaki, ő nem lát minket, de mi látjuk őt. Szóval egy ilyen visionnek bizonyul, tudod. Jó, most angolosan mondtam, ilyen láthatóságnak bizonyul. Szóval van egy auránk, amin belül látjuk, hogy ki, hogy merre fele megy. És úgymond lehet taktikázni, mindjárt meg is mutatom, hogy hogy. De átléptük a ható szintet. Ha benyomjuk az R-t, akkor ilyen gombát leteszünk. Ide is le tudunk, és így körbe tesszük gombákkal. Ide is. Igen, csak az a baj, hogy van egy bizonyos cooldownja. Ennek eléggé magas a cooldownja, ez van. Itt van kettő, és most ide tudom csalogatni. Figyeld. Hagyjam egy kicsit damage-et vigyen belém. És figyeld. És robban. Spell. És megölöm. Aha, duplán robbant. Bombát letettem és megölöm. Megöltem. És miért öltem meg? Mert ráment a gombára. Nem számított rá, és ráment a gombára. Szóval ez egy eléggé erős karakter, eléggé nehéz irányítani, nem sok embernek megy. De ha megtanulod, akkor nagyon jól lehetsz vele. Gyors futás, minden jó, minden kemény. Szerintem így ennyit elmondtam. És ezzel a tudással már tudod irányítani a karaktered.
Persze ettől nem lesz egy challenger, vagy ilyen nagyobb szint, de egy silverig át tudsz ezzel menni. Ennyi lett volna. Sziasztok.